próbálom egy kicsit modernizálni az autót, mert ebbe sajnos nincs semmi úgymond extra. Hát vettem egy ilyen kis parkolás segítő kis radart, de nagyon hamar megérkezett, mit mondjak, hogy egy nap alatt ideért. Várjátok már, hogy kell ezt kibontani most írtenem, mindjárt keresek egy kést. Hát a csomagolásról csak annyit, hogy egy sima, egyszerű kis kínai csomagolás. De ez nem Kínából érkezett, az biztos, mert mint említettem, egy nap alatt ide értük, hogy itt van valami. Ó, gyerekek, több kilométer kábel. Íjjjj. Fehér szenzor. Na, itt mondjak, jó minőségű. Remélem adtak hozzá, mi az Istent, mi az fúrógépet, vagy fúrófejet, vagy micsoda. Vagy nem, de adta, itt van. Na, szóval ez azért van, hogyha parkoltok hátra négyet, előre négyet, de remélem megvan valahogy ez variálva. Habár tök mindegy, én szerintem, mert itt a fejegység, ez a ABCDG. Ez gondolom a 12 volt, és ide kell a szenzorokat majd bedugdosni. Faszányosan. És itt van a kijelző. Úgyhogy én szeretem az ilyeneket, mert fő a biztonság, véletlenül valamit javítva. Hát szóval ennyi található dobozkában, semmi extra. Gyönyörű, szép színes kis kábel. Ez én szerintem a Strom az áram. Igen. Itt az áram, ezt rákötjük a 12 voltra. Ennyi az egész, a szenzorokat tökéletesen elhelyezzük. Négyet kell, hátra négyet, előre négyet, meg 8 darab van, ha minden igaz. Én hát gondolom hátra kell a hosszabb kábelt majd beiktatni. Úgyhogy az jó. Az nagyon király, mert megint mehetek ki a telekre, mert a fúrógép az ott van. Nagyon fasza. Nagyon örülök neki, mit mondjak. De annak örülök, annak még jobban, hogy nem esik az ása ő. Úgyhogy eszek valamit, pihengetek még, mert ugye vasárnap van. Itt a bekötési rajz. Egy gyönyörű, szép kis lapocska. Jó, elő, hátul, nagyon szép. Itt szépen elmondja, hogy mit, hova kell be. Bekötözgetni. Persze angolul. Car parking sensor. Semmi extra. Jó, gyerekek, hát ez jó lesz, én szerintem. Ez egynek királyi tódalt, majd ezt majd be felfogatom majd hátra majd a csomagtérbe. Valahol lentre, ahol nem zavar senkit. Jó lesz, ez jó kis mulatság lesz, megint 2-3 óra hosszás kis melódia, de az a lényeg, hogy működjön, mert én szeretem az ilyen dolgokat. Hát és ez nem nehéz beszerelni, hát ezt rárakom a fúrógépre, ahhoz ilyen dobozos. Jó van. De nagyon hamar megérkezett, úgyhogy örülök neki. Úgyhogy ezt vissza is pakolom, ez nem olyan vészes, de ezt majd készítek róla videót persze. Hogy furkálgatok meg a kábeleket, elhelyezem. Úgyhogy megérkezett ez is, úgyhogy szuper! Úgyhogy ezt még lehet, hogy a mai nap folyamán majd le is fogom majd építeni. Még van még a csomagban. Valaminek kell, ja, antenna, aha. Na úgyhogy így rendeltem egy kis antennát is a Verda tetejére, mert az ilyen össze-vissza vagy csipkedve, meg mit tudom én, az nem tetszik nekem. Úgyhogy ez egy sima, egyszerű kis, kompatibilis kis antenna, de az a lényeg, hogy piros, mert nekem a kedvenc színem a piros. Ugye bár. Na gyerekek, akkor ennyit erről. Úgyhogy majd délután folyamán majd készítem a beszerelési videót. Az a lényeg most már, hogy legalább a fejegység az működik immelámmal. Az jó. A tolató rukkenkamera is működik, azt is bekötöttem. Arról is láthatok videót. Úgyhogy már csak a légkondit meg a ventilátorokat kéne valahogy megoldani, hogy működjön. Hát, kint vagyok a telken, és megcsináltam a legnehezebb változtatást, úgyhogy lecseréltem az antennát, úgyhogy ez. Én szerintem, mi a várja, ezt le lehet tekerni? De jó. Aha, van benne egy ilyen
rész száll a jobb vétel miatt. Na, úgyhogy legnehezebb részén túl vagyunk. Most már csak a brutál egyszerű része következik. A radarok felszerelése. Itt lenne a kis dobozkája. Központi rendszer, ide kell majd bekötni a kábeleket. Úgyhogy ez egyik érzék. 8 érzékelőt kell bekötnöm. Nem vészes, hát ennyi. Már ilyet csináltam a másik autómon. Majd a videó végén majd látható lesz. Annyi, hogy itt kifurkáltam. Úgyhogy nem vészes az egész. Vegyük a hátsó burkolatot, talán. És a tolatólámpára kell rákötni a kábelt. Itt mutatja a rajz, ha jól értelmezem, hogy akkor a... Várjatok, melyik? A szélső kábel. Szélső kábel a fekete, ez a test. A kék és a sárgát kell a kábelra kötni, vagyis a tolatólámpára. Ez meg a 12 volt. Mellette lévő meg a monitor. Na, hát. Szóval akkor test, hátsó lámpa és az áram. Majd meglátjuk. Amint láthatjátok, megtaláltam a helyet a kis vezérlőnek, ott hátul benne a sarokban. Kis ragasztóval majd oda fogom ragasztani, két oldalassal. A kis spoilert meg majd rárakom, de visszarakom, az kész. Most már csak az a kérdés, hogy valahogy a két kábelt, melyiket is várjatok, a 3-as, 4-est, a sárgát és a pirosat kell majd ide felvezetnem a hátsó lámpához. Na, 3 szenzor már nagyjából végig van vezetve itt alól a spoiler alatt. 3 szenzor, már csak a negyediket kell valahogy ide vezetni, ez meg már nem nehéz. Csak most az a gáz, hogy ezt a 3-4, vagyis 4 vezetéket, ezt a 4 vezetéket fel kell majd ide hozni. És arra figyelni kell, hogy itt a kipufogó barátunk, és az eléggé meleg. Én úgy oldottam meg, hogy tudjam, hogy melyik szenzor melyik. Hogy itt bejelölgettem, hogy ez a
ez a vezetéknek a csatlakozó ezé, a szenzori, ez a szélső jelzés, meg a legszélsői. Szélső csatlakozó. Úgyhogy így tudom meg, hogy melyiket hova dugdossam. Úgyhogy ez a szélső, ez meg a leghátsó, és ez pedig a baloldali lesz, és ezt a másik oldalt fogom majd bejelölni. Mondjuk így. Úgyhogy ez meg a, ha így állunk, akkor ez a baloldali, másik meg a jobboldali szenzor lesz. Kész. Ennyi. Hangja. Jó van. Most már csak valahogy be kell, valahogy át kell fűznöm, hogy jó legyen. Jaj, Istenem. Úgyhogy szerencsém van, mert itt látok ilyen nagy lukat, nagy rést. Úgyhogy itt én szerintem fel tudom majd hozni a kábelt, vagy itt kéne valahol. Majd kialakul, nem tudom. Jopán barátaim gondoltak mindenre. Itt van ez a kis vakdugó. Ezt eltávolítom, és így alulról ezen a kis nyíláson keresztül fel tudom húzni a kábeleket. Úgyhogy ezeket nem lehet, ezt megnéztem. De ezen a vakdugón keresztül működhet a dolog. Hogy ide király! Hát a következő okosság, hogy ott a luk, kivettem a vakdugót, és akkor a lukba belelógatjuk a kábelt. Bele fogom lógatni, mert egy kézzel elég durva. Belelógatom, ott alól, másik végén leért, akkor a négy kábelt azt rákötöm, és akkor így vissza tudom húzni szépen a lukból, és meg is van oldva a probléma. Na és akkor kezdődjön a horgászat, alól rákötöttem a kábel csatlakozóját, és itt végighúzom szépen teljesen az autón. Ennyi volt az egész, itt végighúzom a kábel segítségével. Már három megvan, úgyhogy majd jön az elejétől inkább. Kilagyunk csak. Hát ide felraktam a visszajelzőt. Itt van a kis csipogója is. Itt fog majd mutatni a remélhetőleg idézőjelbe, hogy ez itt megy végig. Itt még megy a tömítés alatt teljesen így végig. Így megy végig. Itt a másik, a B-oszlop mögött. És akkor itt van a kis fekete kábel. Így megy teljesen itt az ülés alatt, és így majd megy hátra majd a vezérlőhöz. Úgyhogy most ide kell fölraknom még a kis burkolati elemet, és akkor ott már csak összekötöm, meg adok neki áramot. Az Isten csíp itt. És akkor itt van a vezérlő, ezt a csatlakozót, ezt oda becsatlakozom a piros ajzat mellé. Hát úgy oldotta meg, tudom, hogy nem lehetett volna, de hát nem találtam máshol testet. Úgyhogy itt egy nagyon pici, egy milliméteres kis lyukat fúrtam, és ott már bekerem zsírral, hogy ne rozsdásodjon, vagy befújjon majd valami, mit tudom, ilyen altvozóval, vagy valamivel ne rozsdásodjon. De hát egy csak egy milliméteres pici lyuk, azt, hogy csavar alá raktam a testet, úgyhogy azt ott megkapja, és már csak az áramot kell majd oda, piros kábelhez majd hozzá rakom majd egy áramlopóval, azt meg van oldva a probléma. Következő meg az lesz, hogy itt majd áthúzom a kábelt, így itt alatta, így itt mögötte, alatta, mögötte, előtte, hátulról, előről, mindenhogy, így, és így egy kézzel is ment a dolog. Gyerekek, hogy ezt még csak oda hozzá csatlakoztatom, az kész is vagyunk. Be vannak kötve a kábelek. Egyelőre csak a hátsót kötöttem be, mert most már el kell mennem, mert nincs már mindjárt 4 óra. Még otthon is pakolásznom kell, úgyhogy a hátsó be van kötve, még az elsőt majd másik alkalommal. A test az, mint látható, ott van. És az áramot meg majd itt oldalról, majd egy áramlopóval majd megoldom meg itt a kábelt. Itt is áramlopóval majd a hátsó lámpát. Azt is megoldom, és kész lesz ez is. Hát egy óra múlva sikerült összeraknom a
radart, a parkoló szenzort. Te nem mondanám, hogy mit bütyköltem. Be vannak kötve ugye a vezérlőhöz a különböző érzékelők. Itt van a piros kábel, ez a strom, vagyis az áram. Ezt áramlopóval, ebből a kékkel kerestem egy piros vezetéket, ahhoz hozzá csatlakoztattam a piros vezetéket, ami kell a állandó áram a vezérlőhöz. Itt a sárga meg a kék vezetéket, amit megnéztem a papírkán, rákötöttem ugyanúgy a tolatólámpára. És amikor ez bekapcsolom a rükkvezbe, akkor eleve áramot kap, és akkor ott a kijelzőn nekem fogja majd mutatni a távolságot, úgyhogy mindjárt meg is mutatom nektek, ha sikerül. Ide teszem a kezemet az érzékelőhöz, és akkor csak az a baj, hogy egyedül vagyok, és akkor nem lehet látni, de amúgy tökéletesen mutatja, hogy fél méter, egy méter, és ugyanúgy csipog. Úgyhogy ez a probléma megoldva. Úgyhogy ott is mutatja a kamera a... Hát csak most az eget mutatja, mert fenn van az ajtó. Úgyhogy az is működik. Hello! Itt néztek. Na, már csak vissza kell szerelnem a lámpát, és minden tökéletes.